Köszöntöm nézőinket! Stábunk szeptemberben a Paksi Evangélikus Egyházközség istentiszteletére látogatott el. Az alkalmon bemutatták a konfirmandusokat, valamint a gyülekezet kórusa is énekelt. A mai műsorban többek között erről láthatnak összefoglalót. Tartsanak velünk! Élénk a gyülekezeti élet az evangélikus közösségben. Szeptember 22-én családi napot tartottak a tagok a Cseresznyés Kerteldei iskolában. Az összejövetelen dr. Fisul Vilmos volt a vendég, aki egy különleges témában az iszlámról tartott előadást. Az iszlám és a keresztény civilizáció nagyon más. Nem lehetetlen az egymás mellett élés, de ismerni kell nagyon egymást. Vasárnap a szokott időben az evangélikus templomba várták a híveket. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, a mai igehirdetés alapigéit, amelyeket megírva találunk Pál apostolnak a korintusiakhoz írott első levelében, az első fejezet 10. versétől a 17-ig a következőképpen. Ami Urunk Jézus Krisztus nevére kérlek titeket, testvéreim, hogy mindnyájan egyféleképpen szóljatok, és ne legyen közöttetek szakadások, hanem ugyanazzal az érzéssel és ugyanazzal a meggyőződéssel igazodjatok egymáshoz. Mert azt a hírt kaptam rólatok, testvéreim, Chloé embereitől, hogy viszálykodások vannak közöttetek. Úgy értem ezt, hogy mindenki így beszél köztetek. Én Pálé vagyok, én Apollósé, én Kéfásé, én pedig Krisztusé. Hát részekre van-e osztva Krisztus? Talán Pál feszítetett meg, értetek? Vagy Pál nevére keresztelkedtetek meg? Hálát adok Istennek, hogy senkit sem kereszteltem meg közületek, csak Krispuszt és Gájuszt, nehogy azt mondhassa valaki, hogy az én nevemre keresztelkedtetek meg. Igaz, megkereszteltem még Stefanász háza népét is, rajtuk kívül azonban nem hiszem, hogy mást is megkereszteltem volna. Mert nem azért küldött engem Krisztus, hogy kereszteljek, hanem hogy az evangéliumot hirdessem, de nem ékesen szóló bölcsességgel, hogy Krisztus keresztje el ne veszítse erejét. Ez Istennek az igéje. Foglaljuk el a helyünket. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban. 1983-ban jelent meg a Bojtorján Együttes Történetek című albuma, amelyen az Összetartozunk című dal szerepel, amelyet szeretnék most felolvasni. Így szól hát a dalnak a szövege. Egyszer megszülettünk, ezért majd egyszer meghalunk. Adj hálát érte, hogy még együtt vagyunk. Mert volt már pár utunk, és sok mindent tudunk, de legfőképpen azt, hogy összetartozunk. Csak ahhoz kell most erő, hogy jó kedvünk legyen, ígérem neked, és ígérd meg nekem, hogy bármi lesz velünk, bármennyit tévedünk, mindig megbocsáthatunk, mert egymásért vagyunk. Te is tudod jól, hogy gyengék, törékenyek vagyunk. A szándékunk lehet jó, mégis hibázhatunk. Mert könnyű bántanunk egymást vagy önmagunk, de nem hazudhatunk, mert egymásért vagyunk. És ha jönnek rossz idők, elbúcsúzhatunk, de ne hidd, hogy ettől már meg is változunk. Mert volt már pár utunk, és sok mindent tudunk, de legfőképpen azt, hogy összetartozunk. Idáig tehát a Bojtorján énekének a dalszövege. Azt gondolom, hogy sokan hallották már ezt a dalt, hiszen előszeretettel szokták énekelni, játszani, amikor valamilyen, akár házassági évfordulóban, vagy más jubileumi alkalmat ünnepelnek. És tényleg olyan szívesen hallgatjuk, és elmeregünk ezen az éneken, annak a szövegén, hogy mennyire igaza van, milyen szép, és milyen jó, hogyha ez megvalósul a mindennapunkban.
Talán még egy-két könnyet is ejtünk ezért. Aztán minden megy tovább, mintha mi se történt volna. Minthogyha nem is hallottunk volna semmit, vagy ha mint igazából nem is ismernénk ezt a szöveget. Az összetartozásról szólt ez az ének, az összetartozásnak a szépségéről, ami aztán mégis valahol olyan törékeny, amely oly nehéz megvalósítani, amelyről olyan gyakran elfeledkezünk. Azt gondolom, hogy az imént felolvasott Pál apostoli ige szakasz a korintosiak levelében kicsit másképp fogalmazza, de ugyanez a lényege. Szintén valahol az összetartozásra akarja felhívni a figyelmet. Bár intelmek formájában. Hiszen azt hallhattuk, hogy azt mondja, vagy írja az apostol korintusiaknak, hogy ne legyen közöttetek viszálykodás, ne legyen közöttetek szakadások, mert nem részekre van osztva a Krisztus. Intelmekként fogalmazza meg az apostol a szavait. Rövid hálaadás után rögtön ezzel kezdi már a levelét. Nem véletlenül, hiszen olyan nagy volt már a baj ebben a gyülekezetben, amely számára az egyik legkedvesebb gyülekezet volt, akikhez két levelet is írt, hogy muszáj volt neki tollat ragadni. Muszáj volt, mert már egy gyülekezetként és testvérekként szólítja meg őket, de már a szakadások, a viszálykodások, azok egyáltalán nem veszélyként jelentek meg, hanem ténylegesen ott voltak a gyülekezetben. Különböző csoportok, amelyek megjelennek itt az apostol intelmei között, akiket a gyülekezet valamilyen oknál fogva bizonyos tagjait követtek. Lehet, hogy szimpátia, vagy különösebb tulajdonságok, karizmatikus képességek alapján, de mégis bizonyos személyek közé csoportosultak a gyülekezet tagjai. És azt gondolom, hogy lehet, hogy ebben még nincs is semmi rossz, viszont a csoportok elkezdtek egymással rivalizálni. Elkezdtek egymást többre tartani, jobban van magukat többre tartani. És lehet, hogy nem is mindig jelent meg ez, vagy mondták ki szó szerint, lehet, hogy csak éreztették. Lehet, hogy csak úgy viselkedtek, hogy különbnek tartották magukat, úgyhogy nem is mondták ki. Ugyanakkor ezek a töréspontok, ezek a szakadások megjelentek, és ott voltak, és eljutottak az apostolhoz is. Érdekes módon pont az egyik vezető embernek a szavain keresztül, akikre hivatkoztak, hogy övé. Talán ezen is megrökönyödhetünk, hogy lehet, hogy pont ő volt az, aki elkezdte ezt a klikkesedést a gyülekezetben. Már azt gondolom, hogy különbség van, amikor valamikor életben vágóan fontos dologról szólunk valakinek, vagy csak azért hallgatunk, mert úgy érezzük, hogy az egységet talán jobban szolgálja az, hogyha nem teszünk mindig és mindent szóvá azonnal. A lényeg az, hogy megtudta az apostol, és rögtön ezzel kezdve megírta ezt az első levelet, ennek az levélnek is az elején, hogy ne legyenek szakadások közöttetek. Úgy gondolom, hogy az egyik legnagyobb rákfenéje a keresztény közösségeknek évezredek óta ez a klikkesedés, ahogy ezt az imént hallhattuk, hogy egyáltalán nem egy idilli állapot, ami egy keresztény közösségben valójában vagy meg tud valósulni, vagy nem. Hiszen mindig ott van, ahogy említettem, ez a veszély, hogy csoportokra oszlik, klikkekre, pártokra szakad egy gyülekezet. És talán ebből kiindulva arra is gondolhatunk, hogy Isten akkor azt akarja, hogy mindenki legyen egyforma. Azt eleve lehetetlenség megvalósítani, hisz mi magunk is mennyire különbözőek vagyunk. Mennyire különböző akár a szemünk színe, a hajunk színe, mennyire más tulajdonságokkal rendelkezünk, vagy hogyha ezt globálisan nézzük, más kultúrával, más nyelvvel. Nem lehet akkor reálisan elvárni még az apostoltól sem, hogy eleget tegyünk az ő felhívásának, hiszen nem vagyunk és nem tudunk egyformák lenni. Azonban félreértjük, hogyha azt gondoljuk, hogy a szakadásnak a tiltása egyet jelent az egyformasággal. Az apostol nem arra szólít fel bennünket, hogy egyformák legyünk,
hanem az, hogy legyen meg a különbségek között az összhang. Amikor a különböző csoportok, mert óhatatlanul is ott vannak a gyülekezetben, mint mindenhol, különböző csoportolások, de mégis nem egymás ellen, hanem egymásért vannak. És ezt valahogy meg is élik, szóban és tettben egyaránt. Hogy nem rivalizálnak, vagy csak egymást elviselik, hanem alázattal fogadják, nem a másikat többre tartva, hanem Krisztusnak a szavát, az önmagukénál. Azt gondolom, hogy talán ez a legjelentősebb és legfontosabb, hogy igen, meg lehet a szavunk, és megilleti mindenkinek a szójoga egy gyülekezeti közösségben van, egy csoportban, de az elsőbséget Isten igéjének kell, hogy Isten igéje kell, hogy élvezze. Isten igéjének kell, hogy megjelenjen az elsőbségnek, és csak utána jöhet az összes többi. Csak az utána jöhet belőle, tőle, kiindulva, elindulva. Azt gondolom, akkor tudjuk valahogy jól, kevésbé, könnyen vagy nehezen megvalósítani azt, amire inti nem csak a korintusiakat, hanem a mai igén által bennünket is valójában ez a mai ige szakasz. És hogy mennyire nagy szükség van mindenre, hogy ez az egység, ez az egyetértés, ez az összhang ott legyen bennünk, és ez megmutatkozzék, azt gondolom annak egy nagyon szép példája az, amit tegnapi családi napunkon megélhettünk, akik ott voltak abban a közösségben, ahol eljött vendég előadónk, és az iszlámról tartott előadást. Megkérdezték tőlem, hogy miért pont őt hívtam el, és miért gondolom, hogy ez fontos lehet. És erre azt válaszoltam, hogy elsősorban nem azért, nem valami politikai propagandát szerettem volna ezzel a gyülekezetben meghirdetni, mert hogy nagyon is aktuális a téma, hanem sokkal inkább abból a megfontolásból gondoltam rá, hisz úgy gondoltam, mint evangélikus lelkész, mint aki több évet élt Líbiában, Kuvaitban, folyékonyan beszél arapul, hitelesen tud beszélni arról, ami most itt Európában oly nagyon megjelenik, és annyira látványosan jelen van. Hogy úgy tud bennünket is valójában tájékoztatni, úgy tud bennünket is segíteni a tájékozódásra, hogy közben nem tagadja meg keresztény, evangélikus lelkész mi voltát, nem oldódik fel, nem adja fel a saját hitét, hanem úgy próbálja igazából gyakorolni, hogy az akár muszlimok számára is példaértékű legyen. És azt gondolom, hogy ez annál is inkább érdekes és megfontolandó, mert bár sokszor azt éltük és tapasztaltuk meg az elmúlt évtizedekben Európában, hogy annyira nyitott volt a muszlim vallás iránt, hogy még saját magát is föladta, de ugyanakkor azt mégiscsak megtanulhatjuk tőlük, hogy hogyan tartják ők, hogyan élik meg ők a hitüket, és ebben elgondolkoztathatnak bennünket. És milyen érdekes, hogy ebben valahol a nyitottság ellenére nem akarunk a követőik lenni, pedig azt gondolom, hogy talán javára válna a kereszténységnek is. Egy nagyon szép példát és érdekes példát mondott, hogy a muszlim vallásnak az egyik tartó pillére a naponkénti ötszöri imádkozás. És hogy akár legyen az az országban egy benzinkút, vagy bármilyen hely, mindenhol vannak kialakítva ennek megfelelő helyek, ahol ezt megteheti egy muzulmán. Aztán ehhez képest mi hányszor imádkozunk egy nap? Imádkozunk egyáltalán? Mert bevágó ez a kérdés, és azt gondolom, hogy talán érezzük, hogy ha félünk is tőlük, vagy hogyha egy sok esetben veszélyként is tartjuk őt a mi európai kultúránkra, vagy vallásunkra, kereszténységünkre nézve, akkor lehet, hogy itt van az, ami az ő erejük rejlik, ez az összetartás, az, hogy komolyan veszik a hitüket. Hogy komoly az még számukra, amit a Szent Háromság Istenben kaptak. Hogy azt ne csak úgy maguknak, amikor senki nem látja, amikor van rá idejük, amikor minden ideális, akkor gyakorolják, hanem tudják akkor is, amikor semmi sem
ideális, semmi sem alkalmas erre, sőt, még esetleg mások is kigúnyolják, még mi is, nagy európaiak, nevetünk, hogy lám-lám, hogy ők, mintha még egy elmaradottabb középkori társadalomban élnének, hiszen mi már ettől fény évnyikre vagyunk. Ez az egység, amit a hitükben megélnek, és most itt elsősorban a többségre gondolok, nem a szélsőségesekre, úgy gondolom, példaértékű lehet számunkra is, de nem az önfeladás igényével, ahogy említettem, hanem az irányban, hogy elgondolkodtad, hogy mi mennyire éljük meg a mi kereszténységünket komolyan, mennyire vesszük komolyan, hol jelenik meg egyáltalán a mindennapokban. Ahogy említettem, tegnap a családi napon voltunk együtt Cseresznyésben, és azt gondolom, hogy a családi nap évről évre egy nagyszerű alkalom arra, hogy egy kicsit kilépjünk innen a templomnak a biztonságos falai közül, hogy ne csak egymás hátát lássuk, ne csak igazából úgy egy-egy köszönés erejéig legyünk ott, vagy egymással, hanem úgy is, hogy szembefordulunk, hogy beszélgetünk, hogy van rá idő, még hogyha csak akár az 4-5 óra, de van időnk a másikra. És én azt gondolom, hogy ez is a közösségnek, még a Krisztusban való közösségnek is az egyik legnagyszerűbb és legfontosabb alkalma. És hogy milyen szomorú, hogy még ezzel is sajnos gyülekezetünknek egy nagy része nem tud mit kezdeni. Valahogy nem érzi ennek a szükségességét. Nem érzi azt, és lehet, hogy sokszor pontosan ugyanúgy, ahogy itt a korintusiakban is megfogalmazódott, hogy nem kimondva, de kimondatlanul azt érzi, hogy ez szükségtelen. Hisz elég az az egy óra, amit eltöltünk szépen itt a templomunknak a biztonságos falai között, csak az Istenre is rám tartozik az, hogy mit mondok, és mit imádkozom, és mit hiszek, és azon kívül már megszűnik mindaz, amit tőle kaptunk. Azon kívül megszűnik ennek a gyakorlati megvalósítása, hogy akár egy közösségben hogyan tudjuk elhordozni, elviselni a másikat. Ahogy egyik teológiai professzorunk mondta még annak idején a teológián, hogy hogyan tudjuk elviselni a másiknak a birkaszagát. Mert sok esetben egy közösségben erről is szó van. Nem csak a szépet és nem csak a jót kell tudnunk elviselni a másikban, és mi sem csak a szép vagy a jó oldalunkat hozhatjuk, vihetjük oda, hanem egész lényünket fel kell tárnunk, és a másiknak is az egész lényét fel kell, el kell fogadni. És ez nem könnyű feladat, és azt gondoljuk, hogy ha ebbe bele sem megyünk, akkor lehet, hogy akkor vagyunk igazi keresztjének, akkor vagyunk igazán Krisztus hívők. Ezért van olyan nagy veszélye annak, amikor valaki egy közösség nélkül akar hívő keresztjén életet élni. Valahol a gyakorlati megvalósításnak a terepét hanyagolja ezzel el, és igazából becsüli le. Azt gondolja, hogy elég, hogyha csak önmagában ő megtehet, amit tud, és nem kell ezzel mással foglalkozni, majd másokkal foglalkoztatni. Úgy gondolom, hogy ez a rákfene, ezek a szakadások, ezek a csoportosulások, ez a nehézség a másik csoportnak az elhordozása egy közösségben olyan feladatokat és kihívásokat rejt, és fog rejteni a jövőben is, ahogy rejtett ez Pál apostolnak idejében, hogy mindig szükségünk van arra, hogy itt valamit tegyünk, erről gondolkodjunk, hogy mi lenne az a következő lépés, az a gyakorlati megvalósításnak a módja, ami kizárólag rajtunk múlik, ahol mások számára is megmutathatóvá válik. Legyen az akár egy muzulmán közösség, hogy igen, mi komolyan vesszük a Krisztusban kapott hitünket, keresztségünket. Mi komolyan akarunk annak megfelelően élni, és úgy elhordozni, ha kell, őket is. Akik ott voltak tegnap, talán ugyanúgy csodálkozással hallották, mint ahogy én is, hogy a hívő muzulmán vagy muszlim tiszteli a keresztjéneket. Hát lehet, hogy mi nem ezt éljük meg a szélsőségekből kiindulva, de azért megfontolandó, hogy mi is az, amit tisztel bennünk, amit tisztelnek bennünk, mint keresztjénekben. Tényleg van bennünk valami olyan, ami tisztelni való? Tisztában vagyunk mi ezzel?
Úgy gondolom, ilyen és hasonló kérdésekről jó újra és újra elgondolkodni, és újra és újra elővenni ezeket az apostoli intéseket, hiszen valójában ebben akar a segítségünkre lenni. Ebben akar a segítségünkre lenni, hogy ne feledkezzünk meg róla, és mi is tudjuk magunkban tisztelni, amit Krisztustól kaptunk. Akár azt a közösséget, ahová tartozunk. Hányszor hallom azt, hogy valaki azért tartozik egy vallási, vagy akár az evangélikus közösséghez, hogy milyen jó és fontos egy közösséghez tartozni. És ez idáig szép is, rendben van, csak aztán soha nem látni sehol se. Lehet, hogy még az évi egyházfenntartói járulékot befizeti, de azon kívül csak papíron létezik, illetve amikor ezeket elmondja, de legtöbbször nem gyülekezeti közösségben. Ennyire hiteles akkor valakinek ez a kijelentés, a jó egy közösséghez, jó valahova tartozni, hogyha igazából ezt nem is éljük meg, és nem is tapasztaljuk meg. És így válik a szavunk hiteltelenné, még akkor is, hogyha ez szép, és őszinte, és jó is, és megbecsülendő. Csak az mutat, az hiányzik, ami mindezt alátámasztja, ahol ez meg is valósul, ahol ezt apró pénzé kellene váltani a mindennapokban. Úgy gondolom, hogy a mai igénk ebben akar segítségünkre lenni. Hogy ne csak a lelkesedés legyen bennünk, hanem sok esetben, ahogy ezt egy mozdonyhoz szokták hasonlítani, ott legyenek a kerekek is, amivel járjuk ezt az utat. Ami sajnos nem marad meg a szép szavak szintjén, vagy a lelkesedés, hogy összetartozunk, milyen jó, még milyen kellemes is ez az összetartozás, akkor, amikor nem kell ezt megtapasztalnunk a mindennapokban. Isten azonban nem csak intésként akarja ezt Pál apostol szavain keresztül elénk tárni, hanem ennek az örömét is felkínálja, sőt a vágyakozást is munkálni akarja az életünkben, a szívünkben, hogy merjünk igazából ennek örülni, ha egy közösség, egy keresztény közösséghez tartozik, hogy ne szégyeljük, hogy ne tartsuk igazából jelentéktelen dolognak, hanem tiszteljük és vegyük komolyan, mert hogy olyan igazságok és olyan szépségek rejtőznek benne, ami hitelessé teszi a szavunkat, ami nem csak örömmel tölt el, hanem másokat is esetleg oda vonz, példaként állhatunk mások elé is. Egyszer megszülettünk, egyszer meghalunk, de adj hálát érte, hogy még együtt vagyunk. Mert volt már pár utunk, és sok mindent tudunk, de legfőképpen azt, hogy összetartozunk. Ez a pár út, ez a sok minden tudás vezessen egymáshoz, és egymáson keresztül főképpen Krisztushoz, hiszen tőle kaptuk az új élet ajándékát, tőle kaptuk az igének az éltető és gyógyító erejét, és ő az, akitől újra elindulhatunk, és ami újra egy olyan pont akar lenni, ami segít, hogy ez megvalósuljon, ami segít, hogy ezt átéljük, nem magányban, hanem közösségben, az összetartozás megélésével. Úgy tudjuk közösen mondani, szólni, hogy ez egy érzéssel, egy meggyőződés legyen bennünk. Nem egyformán, hanem úgy, hogy ki megtarthatja az arcát ebben a közösségben, mert az arca Krisztus felé mutat. Adja Isten, hogy ez ne csak egy szép prédikáció legyen, amit most itt hallhattunk, vagy amit elmondtam, hanem a mindennapi életben is megvalósuló prédikáció lehessen mindenkinek, kinek az életében, ott, ahol van. Ott, ahová Isten rendelte, ahol neki van ez a feladata, ahol őt ruházta fel ennek az ajándékával és ennek a felelősségével. Amen. Imádkozzunk. Istenünk, Urunk, megköszönjük neked a közösséget, megköszönjük neked azt a fáradozást,
amivel a mi lelkünket és életünket formálni akarod, hogy ezt tudjuk igazán értékelni, tisztelni, és ennek igazán örülni. Urunk, te látod, hogy sokszor azért nehéz a te közösségedhez tartozni, mert oly sok más csoport és közösség is van. Köszönjük neked, hogy te nem akarsz elvonni, kivonni más közösségekből. Te sokkal inkább a sorrendet, a helyes sorrendet akarod felállítani. Hogy hol legyen és kié legyen az elsőbség. Hogy hol vannak azok az alkalmak, amelyek rólad szólnak, és amely az elsőbséget megilleti, és hol van az, amit bármikor, bárhol, máskor is megtehetünk. Urunk, köszönjük neked, amikor felébreszted bennünk azt a vágyakozást, hogy ezt akarjuk megvalósítani életünkben. Amikor figyelmeztetsz, és mi megpróbálunk téged követni, hogy tényleg a te szabad legyen az első, ő élvezzen elsőbséget a mindennapokban. Urunk, ennek a fényében segíts bennünket, hogy így éljük meg a különböző csoportok, közösségeknek, a mi közösségünkben az alkalmat is. Hogy azt éljük meg, hogy az egymásért vannak. Nem egymás ellen, hanem a te neved dicsőségére. Urunk, köszönjük neked, hogy van hozzánk még bizalmad, vannak még idő és van még lehetőség, hogy ezt újra megpróbáljuk megvalósítani a te lelked által. Amen. Szeptemberben kezdődik a konfirmáció előkészítő, amelyre idén 6 gyermek jelentkezett. Az istentiszteletet követően a diákokat név szerint bemutatták, és a gyülekezet imádságaira bízták őket erre az időszakra is. Ők tehát azok a testvéreim, akik nagyon bátran, és azt gondolom nagyon nagy elszántsággal, szülői támogatással, hiszen annélkül azt gondolom ők se lennének most itt, vállalták azt, hogy szeretnének részt venni a konfirmáció előkészítőn, és készek arra, hogy majd a konfirmáció istentiszteleten és vizsgán számot adjanak arról, amit az előttünk álló fél évben majd megtanulnak. És azért tartom fontosnak, hogy így lássuk őket név szerint is, hogy hordozzuk őket a szívünkben, imádságban. Köszönöm, hogy megtiszteltek figyelmükkel. A Hitélet vallási magazin következő adásában a Paksi Református Egyházközséghez látogatunk el. Legyen szép estéjük, viszontlátásra!